Köszöntöm nézőinket, lássuk, miről szól ma a fáma. Először katonákkal versenyzünk, majd egy ökoparkba látogatunk, ezután kisgyerekeket változtatunk hősökké, végül pedig Afrika igazi arcával ismerkedünk meg. Kötélmászás, falmászás, erő és gyorsaság. Ez jellemezte a szombati akadályversenyt, amelyet először rendeztek meg Pécsett. A Military Games elnevezésű versenyen a résztvevőknek komoly fizikai és szellemi felkészültséget igénylő pályán kellett átjutnia. Az ország számos pontjáról érkeztek versenyzők. Még csak a felkészülés zajlott, szombaton viszont élesben mérethették meg magukat a versenyzők a pécsi akadálypályán. A Military Games elnevezésű versenyt hagyományteremtő szándékkal rendezték meg idén először. Az ország több pontjáról is érkeztek résztvevők. Dunaföldváról érkeztem, és az öcsém találta meg a honlapon, vagy a Facebook oldalon, nem is tudom hol, találta ezt a versenyt. Egyébként nagyon jó, hogy ez így kapóra jött, mert én nagyon szeretem ezeket az akadályversenyeket, Spartanrace, Légióránc, stb. És rendszeresen szoktam rajtuk indulni, viszont én a futást azt annyira nem szoktam ezekben díjazni. Tudok futni, de nem igazán szeretem. Úgyhogy nagyon jól jött ez a verseny, hogy itt minimális futással és baromi sok akadálya, ami miatt is én szoktam menni ezekre a versenyekre, az itt maximálisan megtalálható. Robert öccse is nevezett a versenyre, aki 15 éven át aktívan sportolt, azonban számára is akadtak nehézségek a pályán. Szerintem, ami nagyon kivette a majom létre után, hogy jön a kötél, nekem az ami nagyon kivette az energiát. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez így a kettő együtt egymás után az, ami ütős. Nem mindennapi akadályokon kellett átküzdeniük magukat a versenyzőknek, ami rengeteg erőt igényelt. Minden résztvevő máshogyan készült fel. Ez egy nagyon állóképességi verseny igazából. Ahogy beszélgettem itt a versenytársaimmal, nagyon sokféleképpen volt, aki eljárt futni edzőterembe, de mindannyian azt mondták, hogy ez egy teljesen más mozgás, nem? És hát szerintem is ez tényleg egy igazi katonai kiképző tábor, és azt hiszem, hogy mind testileg, mind szellemileg ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás az embereknek, de aki szereti ezt is, aki sport, és azt hiszem nem csalódott ebben. Úgyhogy én nagyon élvezem harci sérülések ellenére is. A nevezők közül sokaknak élete a sport. Legtöbbjük gyerekkora óta űz valamilyen sportágat. Fociztam, kéziztem, én most is focizok, atlétika, stb. Aztán most egy 2-3 éve találtam rá így az akadályfutásra, és megtetszett, és nekiálltam komolyabban foglalkozni vele. Péternek hasznára vált egyébként a sportos múlt, hiszen ő nyerte meg az első pécsi akadályversenyt. A szervezők igyekeztek minden feltételt biztosítani a profi verseny érdekében, és bíznak abban, hogy évről évre egyre többen jelentkeznek majd. Sokat izgultunk ezelőtt a versenyről, megmondom őszintén, végül is ez az első. Tehát az alapokat lerakni úgy gondolom mindig a legnehezebb. Egy hasonló versenyszervezővel beszéltem, aki azt mesélte, hogy 15 éve csinál egy versenyt, és az első versenyén 12-en voltak, a 15-en 320-an. Tehát mi is valami ehhez hasonló célokban gondolkodunk. Igyekeztünk megadni a módját, tehát sátor, profi bírózás, nagyon jó akadályok, vendég- és közönségcsalogató egyéb versenyek, remélem sikerült. A versenyzőknek több körben kellett teljesíteniük a pályát. A főszervező szerint nehezek az akadályok, de van kettő, ami igazán megizasztotta a nevezőket. Kettő kiemelkedik nehézségi foka miatt. Az egyik a majom létra, ami annyiban gyilkos, hogy úgy tud végigmenni a fokozatosan emelkedő létra fokon, hogy mindig egy kicsit föl kell húzni magát. Ez ami egy rész nagyon nehéz. A másik pedig a tüskés sín, ami gyakorlatilag 2,5 méteren egy vízszintes sínt jelent, és a sínből 50 centinként 5-10-15 centi magas tüskék állnak ki, és egy rudon lógva kell ezeket leküzdeni. Nagyon-nagyon nehéz elem, a leginkább ezt tette próbára a versenyzőket. A versenyre nem csak a résztvevők, de családtagok is érkeztek, akik hangos szurkolással bíztatták szeretteiket. A Military Games akadályversenyt jövőre is szeretnék megszervezni.
A Mecsek és a Zselici dombság között található völgyben egy meseszép faluval és parkkal találkozhatunk. Stábunk a Bükösdi Ökoparkban járt, ahol felnőttek és gyerekek egyaránt megismerkedhetnek a természet csodáival és Magyarország őshonos állataival. Tanulásra, szórakozásra és kikapcsolódásra is remek helyszín, mindezek mellett pedig finom ételeket is fogyaszthatunk a park éttermében. Őzikék, bárányok, kecskék és még számos más honos házi és vadállattal találkozhatunk a Bükösdi Ökoparkban, amely 2011-ben nyitotta meg kapuit. Kezdetekben csak egy vendégház és egy melegkonyhás büfé állt rendelkezésére az ide látogatóknak, mostanra viszont világszinten is irigylésre méltó területén nőtte ki magát az ökopark. A parknak a területe 50 hektár, ezen az 50 hektáron vannak a bemutatókarámok, ahol bemutatjuk az őshonos háziállatok egyedeit, valamint a Magyarországon vadászható nagyvadfajok, szinte kivétel nélkül általunk felnevelt készhez szokott egyedeit, valamint van 5 vendégházunk, istálunk, saját húsfeldolgozónk, éttermünk, büfénk. A látogatók kényelmét már számos létesítmény teszi lehetővé. Ezek közül az egyik legkiemelkedőbb a Hubertus vendégház. 5 teljesen felszerelt vendégházunk van, a jurtákkal együtt közel 100 főt tudunk egyszerre elszállásolni. Vannak ugye a középkategóriás vendégházak, itt ugye fürdőszoba, felszerelt konyha van, és van egy a legexkluzívabb úgymond vendégházunk, a Hubertus vendégház, ahol viszont van sauna, jacuzzi, kültéri úszó medence, tehát ebben várjuk a vendégeinket. A Hubertus vendégházat körülöleli a természet. Itt akár 24 fő is zavartalanul pihenhet, vagy akár egy kisebb rendezvény, esetleg születésnap lebonyolítására is alkalmas a ház, amelyben a wellness részleg mellett borospince is található. A 6 lakosztály mindegyike tágas lakótérrel, valamint saját különálló fürdőszobával és WC-vel rendelkezik. A vendégház területén korlátlan internet hozzáférés biztosított. Bükösd község polgármestere szerint az ökopark rengeteg látványosságot nyújt a turistáknak, de ezen felül is vannak még látnivalók. Bükösd Baranya megyében található, és itt tulajdonképpen két dombság közepén, az egyik oldalról a Mecsek, a másik oldalról már a Zselicnek a dombai között helyezkedünk el egy völgyben, és hát a természet szépsége és a település szépsége miatt érdemes ide ellátogatni hozzánk. Az mellett, hogy ez az ökopark, ez sok látnivalót és sok egyéb szórakozási lehetőséget nyújt, még vannak más érdekessége is. Van egy gyönyörű kastélyunk, van egy 7 hektáros horgásztavunk, és egyre több rendezvényünk, amit éves szinten megszervezünk. De miért is érdemes ellátogatni Bükkösdre? Egy pillanatra meg kell állni és körbenézni az élet nagy sodrásába, és gyönyörködni egy másodpercre a természet szépségébe, megkóstolni a finom ételeket, és megismerkedni azokkal az állatokkal, amik régen a vidéki élet belelejárói voltak, napi szinten éltek velük az emberek, azokat itt most láthatják, és akár egy lovaglás, egy vadászat, tehát ezek azok a jó dolgok, ami miatt érdemes ide ellátogatni. Az ökopark azért jött létre, hogy a gyermekeknek bemutassák a természet csodáit, ők is lássák és értsék, mennyi gyönyörűség vesz minket körül nap mint nap. Céljuk, hogy természetközeli életmódra neveljék a kicsiket és nagyokat egyaránt. Yeah.
Egy nap a valódi hősökért. Ezzel a címmel rendeztek különleges gyereknapot a Tölösi Péter Alapítvány beteg gyermekeinek. A nap folyamán zenés műsor és bűvész is várta a gyerekeket, de amit a legjobban élveztek, az a fotózás volt, hiszen szuperhős jelmezekbe bújva egy pillanatra kiszakadhattak megszokott hétköznapjaikból. Szuperhősökkel telt meg vasárnap Nagykozár. A Tölösi Péter Alapítvány beteg gyermekeinek egy fiatalokból álló pécsi csapat szervezett felejthetetlen gyereknapot. A résztvevők közül sokan legyőzték már betegségüket, de vannak, akik még mindig harcolnak. Úgy lettem ott kórházban, hogy először véres lett a piszim, és nagyon sokat kellett válni, amíg még elmúlott a véres piszi. Aztán pedig volt influenzaoltás, kaptam zokfeszkendőt, igazit. És még minden szülinál lehetett választani ajándékot, és az ágyba, és néha pedig az ágyba kellett feküdnöm, vagy ott aludni a kórházban. De akkor nem féltél? A Szuriktól sem féltél? Nem. Hát először 4 évesen voltam benne a kórházban, utána 8 évesen megint, és most vagyok. Most jött 12 éves, és ez 10 éves korom óta van, tehát már 2 éve itt vagyunk. Neuroblasztoma nevű betegségem van, egy ilyen mellékvesi daganat. Legelőször a mellékvesében volt, most meg a csontomban van, de már elég jól elmúlik, mert most egy ilyen másféle kezelést kapok, és remélem nem sokára vége. Az alapítvány számára fontos, hogy a gyerekek gyógyulását mind fizikailag, mind pedig lelkileg segítsék. Az alapítványunkat 28 éve hozták létre azzal a kezdeményezéssel, hogy a daganatos betegségben szenvedő gyermekek gyógyulási körülményeit segítsék, illetve hogy fogjuk a kezüket azon az úton, ami önhibájukon kívül megesett velük. Rehabilitációs központot működtetünk a klinika közvetlen közelébe, ahol gyermekpszichiáter, gyógytornász, szociális munkás várja nem csak a beteg gyermeket, hanem az egész családot, hiszen nagyon fontos, hogy nem csak testileg, hanem lelkileg is támogatni kell a gyógyulásukat, és az egész családot kell ezzel segíteni. Élménynapokat, táborokat, napköziket szervezünk emellett mindannyiuk részére. A különleges gyereknapon a kicsik egy fotózáson is részt vehettek. Szuperhős jelmezekbe bújva egy pillanatra kiszakadhattak megszokott hétköznapjaikból. Igazából én ezt már régebben láttam ezt a videót, amikor is egy külföldi fotós megcsinálta ugyanezt a gyerekekkel, és igazából egyik este otthon ültem, és akkor így bevillant, hogy hát ezt miért is ne lehetne megcsinálni itthon is. És akkor először a Gergőt, a fotóst kérdeztem meg, és aztán beszéltem az Olival is a Filming in Pécs kapcsán, hogy egyáltalán, hogy nekik tetszik ez a rendezvény, és akkor igazából így folyamatosan csatlakoztak hozzánk a támogatók, és ma itt vagyunk, és csináljuk. Ugye így jött hozzám a Luca, hogy ugye ő mi sminkesünk, és hogy egy ilyet szeretne csinálni, és természetesen gondoltuk, hogy ez egy nagyon jó ötlet, a stúdió nemrég nyitottuk itt, milyen jó lenne egy ilyen felavatni, többek között mindenféleket forgatunk, és egy ilyen nagyon szép napot csinálni a gyerekeknek, ezt gondoltuk, egy nagyon jó ötlet. Lucához és Zolihoz több területről is csatlakoztak a segítők. Tulajdonképpen engem Mester Luca barátnőm keresett fel. Ő mondta azt, hogy volt már Amerikában egy ilyen kezdeményezés, és hogy ezt itt is meg kellene csinálni. És akkor mondtam, hogy én nagyon szívesen segítek a szervezésben. Én az RG stúdiónál vagyok egyébként online marketing menedzser, és akkor összeültünk a Gerivel, Zolival, ugye a Filming in Pécsesekkel, illetve Lucával, kitaláltuk a szlogent, ez lett ugye az Egy nap a valódi hősökért, illetve szeretnénk majd egy online kampányt csinálni, amit abszolút az RG stúdió támogatásával tudunk megtenni, különböző közösségi média csatornák és online felületeken népszerűsítsük az alapítványt, úgyhogy ez egy másod célunk tulajdonképpen amellett, hogy ma egy élménydús programmal teli napot biztosítsunk a gyerkőcöknek és a családoknak. A fotózást nagyon élvezték a kicsik. A képeket profi fotós Rolnai Gergely készítette, aki szintén nagyon élvezte a közös munkát a gyerekekkel. A fotókkal még sok munka lesz. Utómunka az lesz bőven, mert ilyen moziplakátszerű képeket akarunk. Igazából annyi, hogy ki lesznek vágva, és háttércsere lesz mindegyik gyerkőcön. Próbálok egy ilyen moziplakátszerű feelinget visszaadni nekik, hogy
hogy ütős legyen a végeredmény. A fotóművész mellett számos pécsi művész is csatlakozott a jótékonysági kampányhoz. Vermes Tíma opera énekesnő édesapja révén kötődik a Tülösi Péter alapítványhoz. Aki szintén a rákkal foglalkozott, és Péter pedig az egyik legjobb barátja volt, és Péter szintén rákban halt meg. Nyilván az ember, amit tud, hozzátesz egy ilyen kezdeményezéshez, és így már két ágról érkezett szinte egy sugallat, hogy ebben részt kell venni, de amúgy is magamtól is nagyon nagy szeretettel jöttem. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy mindenkinek valami miatt, aki a földre érkezett bizonyos időre, itt kell lennie, mert feladata van. Kérdés, hogy milyen kontextusban nyilvánul ez meg. Hiszek abban, hogyha tudunk segíteni azzal, hogy művészileg támogatjuk, vagy bárhogyan ezt a kezdeményezést, akkor esetleg azzal segítünk a gyerekeknek is. Tíme a zenés műsorral is készült, a kicsiknek valamint egy Pán Péter jelmezt is készített. Moravec Levente is fontosnak tartja az ehhez hasonló rendezvényeket, így nem volt kérdés, hogy a Moravec produkció is csatlakozik a kampányhoz. Még soha életben nem voltam ilyen helyzetben, csak mint író, rendező, színész bele tudom képzelni magam, vagy legalábbis azt hiszem, hogy bele tudom képzelni magam egy ilyen helyzetbe. És ilyenkor az ember egyedül van, üres kézzel, üres év alatt. Ilyenkor legalább érzi azt, hogy vannak körülötte, akikre lehet támaszkodni, akikhez lehet fordulni. A gyereknap rendkívül sikeres volt. A fotózás mellett rövid filmeket is készítettek a hősökről. Itt például egy részletet elevenítenek meg az Így neveld a sárkányodat című mesefilmből. A sikert mi sem bizonyítja jobban, mint az egyik kis hős szavai. Ez volt életem legjobb gyereknapja. Előadások, kulturális programok és zenés estek. Az Afrika Napok rendezvényeivel ért véget az Egyetem Nemzetközi Tavasz program sorozata. Az elmúlt egy hétben a kontinens kultúrájával és jelenlegi helyzetével is megismerkedhettek az érdeklődők. A következő néhány percben egy összefoglalóban önök is ízelítőt kaphatnak a rendezvényekről. Idén 5. alkalommal rendezték meg Pécsett az Afrika konferenciát. A Szent Ágotai János Kutatóközpontba szinte minden kontinensről 21 országból érkeztek vendégek. A találkozó célja, hogy minél többet megismerjenek az afrikai valóságból. Olyan nagyra nőtt a rendezvény erre az évre, köszönhetően az elmúlt évek tényleg alapos építkezésének, hogy 21 országból érkeztek, nagyon sok afrikai országból is kollégák, de valójában majdnem minden kontinens reprezentálta magát, és arról beszélgetünk nagyon sok különböző dimenziót körbejárva és különböző aspektust megvizsgálva, hogy mi az a változó környezet, amiben az afrikai kontinens, az ott lévő országok nemzetközi kapcsolatai és mindennapi valóságai értelmezést nyernek. Ebben benne van a migráció kérdése, a belső migráció a kontinensen, az urbanizáció, az egészségügyi kérdések, a nemzetközi kapcsolatok, a külpolitikák, gazdasági kérdések és nagyon sok egyéb, aminek az a hozadéka, hogy minél többet megismerünk az afrikai valóságból. Ma a nemzetközi rendszerben, a világban az afrikai kontinens talán a legtöbb figyelmet igényli. Mindenki jelen van, az összes nemzetközi szereplő, aktor jelen van az afrikai kontinensen, és már nem úgy, mint a volt gyarmatosítás időszakában. Tehát partnerségeket alakít ki mindenki, ahogy Magyarország is teszi. A rendezvényen Suha György köszöntötte a résztvevőket. A Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa arról beszélt, hogy a Pécsi Egyetem nagy szerepet játszik abban, hogy Magyarország szorosabb kapcsolatot ápoljon Afrikával. Ma Magyarországon az afrikai tudást, az afrikai ismereteket nagyon sok pécsi intézményhez, elsősorban a Pécsi Tudományegyetem kötjük. Ez egy olyan műhelyé vált az elmúlt időszakban, amely kétségtelenül a magyar diplomácia számára, a magyar afrikanisztika számára talán a legtöbbet nyújtotta a hazai közintézmények közül, így Pécs méltán lehet büszke az egyetemen folyó afrikanisztikai munkára. Ezen túlmenően természetesen itt az afrikai élet más dimenziói is megnyílnak, rengeteg afrikai diák tanul Pécsen, és reményeink szerint ez a szám nőni fog. Afrika felértékelődik nem csak a város számára, de a kormányzat számára is. A Magyar Külügyminisztérium nagyon komoly erőforrásokat, pénzeket, személyzetet,
és igazából szándékot mutat arra és fordít arra, hogy Afrika ismét visszakerüljön a magyar külpolitikai gondolkodás térképére. A konferenciát az Egyetem Nemzetközi Tavasz Program sorozatának Afrika hetén belül rendezték meg. A találkozó mellett pedig további kulturális programokkal is készültek a szervezők a múlt héten. Például az egyik belvárosi kávézóban különleges hangszerekkel ismerkedhettek meg a látogatók. Abdul Kamara együttese autentikus afrikai dobokon játszott, amit a vállalkozó kedvű közönség is kipróbálhatott. I'm a calligraphy from Senegal with my group. Yeah, I'm big artist from Senegal. Én Szenegából érkeztem, táncos vagyok. Az együttesemmel fontos előadóknak számítunk otthon. Most azért jöttünk Pécsre, hogy bemutassuk az érdeklődőknek, az egyetemistáknak a hagyományos afrikai tánc stílusokat és dobokat. Ezeket egyébként a közönség is kipróbálhatja. Show the people, etudiant, the university, the African, how dance, African dance. Kamara Ballet. Is my father. My father, name. Az együttesünk édesapám után kapta a nevét, őt hívták Kamarának. Annak idején apám volt a csapat vezetője, tőle tanultam meg táncolni. Most, hogy édesapám meghalt, én vezetem tovább az együttest. A családommal Budapestre költöztünk. Ezután rengeteg magyarországi fesztiválon léptünk fel. Itt Pécsen egyébként harmadik alkalommal tartunk bemutatót. Hasonló program volt az egyik pécsi szórakozóhelyen megrendezett afrikai zenésest. Az eseményen a PTL külügyi igazgatója kalauzolta el a résztvevőket az afrikai zene világába. Az Afrikai Hét rendezvényein több a kontinensre érkezett hallgató is részt vett. The thing I must say about Hungary is that especially Pécs, this is a very peaceful place. The people are very content. Szerintem azt kell elmondani Magyarországról, és főleg Pécsről, hogy egy nagyon békés hely. Az emberek nagyon nyitottak. Nekem az nagyon tetszik, hogy sok itt az ismerős hely, olyan családias. Ráadásul imádom a magyar ételeket, a gulyás a kedvencem. Már 7 hónapja vagyok itt, az egyetemen tanulok. Igazából azért választottam Magyarországot, mert azt hallottam, hogy nagyon gazdag a kultúrája. Jelenleg a nemzetközi kapcsolatok szakmesterképzésén vagyok hallgató. Of Europe, but I heard that Hungary was the center of culture, and so that's why I came here. A jövőben szeretnék a hazámnak Dél-Afrikában abban segíteni, hogy minél szorosabb kapcsolatot ápoljon Magyarországgal. Az Afrika Hét rendezvényeivel az idei nemzetközi tavasz program sorozata véget ért. Legközelebb egy év múlva újabb kontinensek újabb országaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Erről szólt ma a fáma, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!